szívem, megcsináltad a sorsolást? Adjál már végén sorsolással. Van nekem jobb dolgom, sörözni menni szuliékkal, kutyát simogatni. Milyen, meg milyen sorsolásról beszélsz? A bejesztelt idejesről. Mit nem mellesleg, te indítottál el, szóval jól lenne foglalkoznál. Na jó van, valamit csinálok. Na. Szia mindenki, sziasztok! Ő Csibusz. Igazából a teljes neve. Mr. Csibusz Maximus Decimus Meridius Prime. Aki egy égető tűz. Ő pedig Burkus. Ő kisegítenek a sorsolásban. Igen. Igazából már kisorsoltam mindenkit. És rendben is adtam a neveket. Úgyhogy, mint tudjátok, öten vagyunk edzők, tehát négy edző tartozik alánk, vagy alám. Kezdjük a lányokkal, Lengyel Csilla. Itt láthatjátok a kalapot, amiből kisorsoltam, és itt van mindenki neve. Elméletileg úgy volt megbeszélve, hogy mondjuk Csibusz nem jön föl, de elméletileg úgy volt megbeszélve, hogy mindenki 2-2-2 embert fog leedzeni a héten. Azonban van egy nagyon-nagyon jó hírem nektek. Kiúztam az embereket, beszéltem az edzőkkel, és rágyőztem azt, hogy több embert edzenek, mint kettő. Igen, ő is megmondta. Igen. Mondjuk, hogyha adtok neki, hoztok neki kaját, akkor lehet, hogy elhallgat. Igaz, elhallgatsz. El. Szóval, ahogy mondtam, öt edzőm van, és mindenki 2-2-2 embert vállalt kötelezőre. 2-2-2 ember, akiket kihúztam nekik, azok július 2-ig ingyen járnak hozzájuk, heti 2 alkalommal. A heti 2 alkalom 2x1 óra. Csibuszt eltüntetem mondjuk egy kicsit. Sziasztok! Sziasztok! Szóval, itt vagyunk újra. Hát kisorsoltam az embereket, a fő két ember, Csibusszor a számba, a fő két ember, akik maradnak, azok július 2-ig heti 2 alkalommal ingyen járnak az edzőinkhez. Lenne viszont kérésem mindenkitől. Lájkoljátok minden egyes edzőmnek az oldalát, és tevékenykedjetek az oldalon. Hozzászólás, osszátok meg az oldalt, kérlek titeket, írjatok hozzájuk, küldjetek képeket, hogy hogy haladtok STB. Akinek kihúztam a nevét, azoktól mindenképpen elvárom azt, hogy az edzésről legalább legyen egy-egy bejelentkezés, kép, bármi hasonló, vagy hozzáírás. Valakinek ez nem egyértelmű, meg éppenséggel azt mondom, hogy nem annyira játszik a történet neki, de ezt kérem, ez kötelező lenne. Ahogy mondtam, van egy nagyon jó hírem, beszéltem az edzőkkel, mindenki elvállal több embert, akinek az ideje engedi, és ezt úgy fogjuk kisorsolni ezek után, hogy aki minél aktívabb lesz az oldalakon, azok fognak beérkezni a plusz helyekre. Nyúl Ferenc egy plusz helyet adott, tehát ő 3 embert fog edzeni. Lengyel Csilla 2 plusz helyet adott, és Juncker Krisztián 6 darab plusz helyet adott. Megpróbáltam úgy sorsolni mindenkinek a saját nevét, tehát ez elején megértem, hogy kikit választott, összeszedtem, odaraktam mindenkihez, és szépen így lett, ahogy láthatjátok. Én eléggé szűk keresztmetszet vagyok, ugyanis nagyon sok vendégem van, hála Isten, de két embert én is el tudtam állani, azonban sajnos plusz nem tudtam elvállalni. Berec Gábornak több munkahelye is van, ő se tudta elvállalni, úgyhogy a többiek viszont vállaltak. Szóval a felosztás 2-2-2-2 ember július 2-ig két alkalmat jár, hetente 2 órát jár, azaz 2x1 órát jár ingyen az edzőinkhez, és azok az emberek, akik pedig változóak lesznek, tehát akik pluszba mennek hozzá, Nyúl Ferenchez 1, Lengyel Csillához 2 és Juncker Krisztiánhoz 6, ők pedig majd az oldalakon eltöltött aktivitást fogjuk értékelni, és így fogjuk szépen majd mindenkit kisorsolni. Tehát aki legaktívabb lesz, az ugyanúgy hiába nem húztam ki az első 2-2-2 ember nevében, az végig aktív lesz, tehát végig edzeni fog. Szóval, kezdjük a lányokkal. Lengyel Csilla. Most nem fordítjuk meg a kamerát, mert egy kicsit mesztelen. Szóval, Lengyel Csilla. Ott Izabelt és Godó Fannit kapta meg 2 fő emberre. Tehát ott Izabel és Godó Fanni jelentkezzetek Lengyel Csillánál privátban, és beszéljétek meg, hogy mikor ér rá
Sajnos nektek kell majd igazodni az edzőinkhez, ugyanis nekik eléggé szűkös az idejük. A plusz két embert, akit kihozott, vagy kihúztam neki, az pedig Andrásik Zsófia és Csizmadia Nóra. Tehát jövő héten Andrásik Zsófiának és Csizmadia Nórának kettő ingyen órája lesz Lengyel Csillánál. Menjünk visszafele. Juncker Krisztián. Juncker Krisztián Seyfried Józsefet húzta és Molnár Mátét állandó embernek, tehát július 2-áig két alkalommal hetente ingyen járnak hozzájuk. Változó emberek, mondjuk így egyszerűen, ők pedig Lovas Dávid, Pénzes Zsófia Ella, Kövesdi Simon, Vanicsek Lajos, Mészáros Enikő és Nagy Krisztián. Ők kettő alkalmat ingyen fognak járni jövő héten Juncker Krisztiánhoz. Nyúl Ferenc. Ő Bácsis Beát és Szarka Zoltánt húzta ki, úgyhogy őt július 2-áig, ahogy mondtam eddig is, ingyen fogják edzeni. Nem tudom, hogy mondtam-e már. Nem tudom. Szóval, július 2-áig ingyen fognak edzeni, heti két alkalommal, kétszer egy órát. Duboszki István Dániel lett a plusz embere, úgyhogy ő jövő héten két órát kapott. Gratulálok nekik. Berec Gábornál Benkő Csaba és Szőnyi Dávid lesz, aki július 2-áig ingyen fog edzeni heti két alkalommal. Mégpedig nálam, azaz Varga Dánielnél Dóka Ildikó és Szőke Attila fog edzeni. Kérem, és én is kérem, és a többiek nevében is kérem, privátban vegyétek fel velünk a kapcsolatot, és szépen egyeztessünk, hogy mikor érünk rá, mikor tudunk elvállalni titeket. Jövő héttől indul ez a történet, tehát május 16-ai héttől meg vagyok a sorsolással is, behoztam magamat, kurva jó, Isten vagyok, jó, utána már nem lesz sorsolás, az aktivitás alapján fogjuk eldönteni, kik a plusz emberek. És mit kell elmondanom, dicsőség és kondi, ávején. Sziasztok!